Folytatjuk tovább a délelőttöt, méghozzá, hogy már mondtam, itt a tömegtájékoztatás világnapja alkalmából a Szent Atya üzenetéről fogunk beszélgetni, mert hogy az idei téma, vagy az idei fő téma az álhíreknek a világa volt. Itt van már velem a stúdióban Szikora József, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének az elnöke. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm. Köszöntöm én is a nézőket, köszönöm szépen. Itt egy pár mondatot már az adás előtt azért volt időnk beszélgetni, és itt ez a fake news, az álhírek jelenségét kezdtük el boncolgatni, és én megkérdeztem, hogy hát ez mennyire érint bennünket, katolikus újságírókat, vagy mondjuk önt, mint a katolikus rádió főszerkesztőjét, igen, munkatársát, vagy engem itt a Bónum TV-ben, mennyire kell erre odafigyelnünk? Hát annyiban igen, hogy az nem valószínű, hogy mi kifejezetten valami disznóságot, vagy kifejezetten hazugságot közölnénk, talán még jó hiszeműen se, tehát nem igen kerül a mi híreink közé olyasmi, ami úgy per abszurdum egyszerűen nem igaz, hanem hazugság. De annál több, hogy mondjam, figyelmet kell fordítanunk arra, hogy részigazságokkal is lehet nem igazat mondani. Mondjuk konkrét példát mondok, amivel a közelmúltban szembesültünk, hogy idéztünk egy napilapból valamilyen információt, aztán kiderült, hogy amit idéztünk, az mind igaz, csak a körülményei, az előzményei nem voltak benne. És így az üzenet tartalma egészen más, mint hogyha kontextusba, helyzetbe hozva mondtuk volna el. Hát de azért az is elgondolkodható, hogy mondjuk az idő hiánnyal is kell gondolkodni, mondjuk egy rádiónál gondolom még inkább ki vannak számolva a percek, tehát ha mondjuk a következményt mondjuk el, és nincs idő az előzményekre, az mennyire számít, hát mondjuk hamis hírnek? Épp erről beszéltem, hogy de hát a hamisításnak mondjuk a mi területünkön azért ilyet nem csinálnánk, de fontos, hogy mindent kellő kritikával, nem olyan értelemben kritikával, hogy lerántsunk róla a leplet, vagy keressünk benne valami hamisságot, hanem értékelő kritikával kell minden szemlélni. És amikor mondjuk ez is konkrét hír, pár évvel ezelőtt volt egy amerikai internetes oldal, egy gyilkosság körülményeit, meg magát a tényét mondta el, a címben benne volt, bocsánat, a szövegben benne volt, hogy az illető keresztény. Aztán kiderült az is, már mint a gyilkos, kiderült az is, hogy ez onnan tudható, hogy valamilyen, hát az én értékelésem szerint egy szektának a honlapján bejegyzéseket tett. Ennyi volt abból, hogy ő keresztény. Egy magyar oldal idézte ezt az írást, és a címbe hozta föl, hogy XY keresztény elkövető micsoda brutális gyilkosságot hajtott végre. Most, hogyha ezt átvesszük, akkor biztos, hogy fake news-t követünk el, szóval hamis álhírt, hazugságot közlünk. Itt László is mondta az előző beszélgetésben, hogy hát az újságíróknak ugye kötelessége lenne utána menni a forrásoknak, és talán kétszer ellenőrizni, hogy az, amit mondjuk alapként használ, ott igazság van, vagy hamis hírek vannak, és ez az, amit mondjuk sokan nem tesznek meg, így mondjuk ennek a szerkesztője is. Itt én kifejezetten rossz indulatot feltételezek annak a magyar oldalnak a részéről, amelyik a szövegből kiemelte erre a kereszténységre utaló szót, és berakta a címbe. Tehát a gyilkost, mint keresztényt tételezte. Most ha vizsgáljuk azt, hogy mondjuk van az újságíróknak egy halmaza, én azt gondolom, hogy akkor azon belül van ugye a magyar katolikus újságíróknak a halmaza. Na most, ha itt a felelősséget nézzük, növekszik a felelősség mondjuk katolikus újságíróként? Mert én, ha mondjuk médiafogyasztóként vizsgálom magam, ha fölmegyek egy keresztény vagy katolikus portálra, vagy megfogok mondjuk egy heti lapot, vagy egy havi lapot, akkor valahogy nagyobb a bizalmam az adott médiummal szemben, mint ha mondjuk világit néznék. Hát már csak ezért is nagyobb a mi felelősségünk, mert nagyobb irántunk a bizalom, nagyobb a, mondhatom azt is, hogy az elvárás, és ugyanakkor meggyőződésem, hogy ha nem is minden katolikus médiumnak, de például nekünk, a katolikus rádiónak feladatunk, hogy mindenről tudjunk szólni. Tehát minden, ami egy magyarul értő ember számára fontos lehet, az egy az egyháznak a
fórumáról megtudható legyen. Hát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen formában, hogy tényleg hitelesen tesszük-e, és nem csak magunknak okozunk kárt, hogyha tévedünk, vagy hibázunk, hanem hát az egyházat is sértjük, hogyha hiteltelenítjük valamilyen súlyos tévedéssel. Hogyha vizsgáljuk, akkor megnézhetjük a Magyar Katolikus Rádiónak is a programját, ott milyen arányban vannak az egyházi és a világi témák? Az a kifejezetten célunk, hogy az egyházat, mint az élet természetes mondjuk részét mutassuk be, így a politika, a közélet, a gazdaság hírei között, és attól függően súlyozva, hogy a Szentatya vagy egy püspök nyilatkozott meg, például hát akkor ezt a hírek élére tesszük, és nálunk előbb van a Szentatya, mint az amerikai elnök mondjuk, hogyha olyan fontos dologról van szó. Tehát, hogy is mondjam, csak valószínű, hogy olyan az arány, amilyen az életben is az arány. Tehát az egyháznak a hírei, információi szerintünk fontosak a mindennapi élethez. De azért fontos, hogy hogyan közelítik meg a közéletet, vagy hogy hogyan szólnak a közéletről, vagy mondjuk az aktuál politikáról, mert ugye sokaknak ez lesz a mérce, hogy mondjuk katolikusként, vagy hívő emberként hallgatják a Magyar Katolikus Rádiót, akkor tényleg, én nem akarom a vállán növelni a felelősséget, de azért hatalmas. Néhány levélből, hallgatói észrevételből arra következtetünk, hogy amikor mi úgy gondolkodunk, hogy mértéktartó a mi hírközlésünk, tehát nem kifejezetten a szembenállást, bár tudható, hogy egyik állítás meg a másik állítás szembeáll egymással, de nem a üldöklő vitát akarjuk mi közvetíteni, hanem inkább serkenteni a hallgatót, hogy gondolja meg, hogy hallja, és akkor ő maga belül a saját magában végezze el ezt a vita folyamatot, és ítélje meg, hogy melyik álláspont a helyesebb. Tehát például a mértéktartás az egy kimondott törekvésünk, és úgy tudom, hogy vannak is, akik értékelik ezt. Jó, hogy említette a vitát, vagy mondjuk a szembenállást, mert a beszélgetésünknek az a címe, hogy a békét szolgáló újságírás, mert ugye a Szentatya üzenetében ez is kimagaslik, ugye itt az álhírekről beszél, és a békét szolgáló újságírásról, és emlékszem, hogy amikor telefonon egyeztettük ezt a mai beszélgetést, akkor hát, hogy a békét szolgáló újságírás, hát mit is jelent az, már elkezdtünk így telefonban gondolkodni, mit jelent ez? Hát, vagy meg tudtál fejteni ez alatt a nagyon egyszerűen nem tudom. Kiváltképp, hogyha arra gondolok, hogy Jézus egyszer azt mondja, hogy tedd vissza üvejébe kardodat, mindaz, aki kardot fog, kard által vész, majd más helyen azt mondja Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot. És hát ez nem kettősség, hanem a kettő együtt igaz. Hogyha akármelyiket jézusi állítást a másik rovására ki akarnánk játszani, akkor mondjuk akkor lennénk egy szekta, vagy igazságot akarnánk tenni ebbe. Nem lehet. A kettő együtt igaz. Így hát vállalni kell bizonyos dolgokban a vitát, vagy a véleményünk megvédését. Az a nem mindegy, hogy ezt kulturáltan, becsületesen, tisztességesen tesszük-e, vagy a másikat személyében, egzisztenciájában akarjuk letaposni, ha ez bűn. Ezt igyekszünk is elkerülni. Viszont álláspontok mellett érvelni, azt lehet szerintem nagyon is. Itt a Szentatya azt mondja, hogy olyan újságírást értek alatta, amely nem kendőz el semmit, szembeszáll a hamissággal, a nagy hatású szlogenekkel és a látványos nyilatkozatokkal. Magyarul azt jelenti, hogy úszunk az árral szemben? Hát igen. Igen, igen, igen. Hát Jézus Urunk is erre tanít. Nem következtethetünk az örömhírből valamiféle kommersz dologra semmiképp, vagy kommersz életre, sőt. Ugye azt is szoktam mondani, ez nincsen benne az üzenetben a Szentatya, hogy ne legyünk kanapé keresztények, tehát ne maradjunk meg itt a kényelmes kis világunkban, hanem tényleg álljunk fel és mozduljunk ki, hát akkor összecseng ez a kettő itt, ha az újságíróknak a feladatát nézzük, akkor tényleg fel kell, ha mondhatom azt csúnyán, fel kell venni a kesztyűt itt az álhírekkel szemben. Hát olyan az álhírekkel szemben, hogy a kimondott tételes hazugság mondjuk a közelmúltban, sokan azt állították, hogy az amerikai elnökválasztást egy másik állam, egy másik nagyhatalom nagy mértékben befolyásolta.
Hát az a befolyásolás, az hamis hírek által történt, ahogy mondják. De azt se tudjuk, nincs bizonyítékunk rá, hogy ez az utóbbi állítás igaz-e. És hogyha igaz, akkor az az Amerika, amelyikben mindez megtörtént, olyan gyenge, hogy egy másik állam képes az interneten keresztül választópolgárok millióit vagy tízmillióit befolyásolni. Ilyen gyenge ez az Amerika. Szóval nagyon összetett kérdés, hogy mikor válik hamissá, mikor tekinthetünk úgy valamire, hogy az hamis. Ugye itt az előző beszélgetésben már a kattintás számokról beszélgettünk, mondjuk a katolikus rádióban akkor ugye a hallgatószám, nálunk a nézőszám az, ami igen fontos. Itt a Szentatya úgy fejezi be az üzenetét, hogy olyan újságírásra van szükség, amely alternatív megoldásokat kínál a szenzáció tovaterjedésével és a verbális erőszakkal szemben. Ez is nagyon fontos, de hogy lehet ezt megvalósítani 2018-ban, amikor tényleg a kattintás számok számítanak, a nézettség és a hallgatottság számít, hogy úgy megmaradni hitelesnek? Hát nehezen, biztos receptünk nincs is, mert tényleg mondjuk érdemes megfigyelni, és szerintem ez is hamis hír, ami irreleváns, ami nem fontos az én életemben, hogy melyik amerikai vagy magyar énekesnő ennek melyik ruhadarabjának a csipkéje látszott, vagy nem látszott. Hogy tud énekelni, vagy mit énekel, arról szinte egy hír sincs. Erről az utóbbiról igen. De ilyen hírek az én életemet se nem ront, se nem javít rajta. Eltérít tulajdonképpen attól, hogy komolyan gondolkodjam a világról. Tehát mi azért azon próbálkozunk, nem prűd módon persze, meg egy szép nő az nekünk is tetszik, és remélem, hogy egy délceglegény is tetszik a katolikus hölgyeknek. Nem erről van szó, de megpróbáljuk gondolkodásra, ítélet, véleményalkotásra segíteni a közönséget. És akkor végül engedjen meg egy személyes kérdést, hogy akkor ön hogyan válogat itt a média felületek között, vagy hogyan válogatja a napilapokat, amiket a kezébe vesz, mert hogy mondjuk szakmabeliként gondolom, hogy azért mindegyikbe bele kell nézni, vagy bele kell olvasni. Hát, akár mondjuk a rádióba, televízióba. Meg is teszem. Az az igazság, hogy ha a magam gyönyörűségére akarok mondjuk rádiót hallgatni, akkor a közmédiának egy klasszikus zenével foglalkozó adóját hallgatom legszívesebben, vagy akár jazzt, vagy rockzenét is, de azt már kifejezetten a zenerádiókat már nem szeretem. Hát a mi műsorunkat természetesen szeretem is, meghallgatom is, ez kötelességem is. És sokszor bevallom, hogy én is elcsábulok egy ilyen marhaságot, elolvasok, és akkor utána lelkesen elmondom akár egyetemi tanítványoknak, vagy másoknak is, hogy ez nem helyes ilyesmit. Az a legjobb lenne, ha egyáltalán nem néznénk, meg nem hallgatnánk vacakot. Hát ez fel is bosszantja az embert sokszor, mármint engem felbosszant, hogyha vacakot nézek, vagy vacakot hallgatok meg, tehát jobb tényleg a mértékletesség és a tudatos kattintás, vagy a tudatos olvasás. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen én is.